Igazi gamer paradicsommá változott szombaton az Olimpiai Sportpark, az érdeklődők pedig amellett, hogy kipróbálhatták a legújabb játékokat, kedvenc karaktereikkel is találkozhattak. Én Star Guardian Ari vagyok a League of Legends-ből. Én Captain Fortune vagyok, szintén a League of Legends-ből. Szerintem úgy hiteles egy karakter, hogyha játszok is vele. Úgyhogy ez is a kedvenc karakterem a játékban, illetve ez a, nem ez a fő kinézete, hanem ez kijött egy Star Guardian kinézete, és ahogy megláttam, már is szerelmesebb voltam. Tehát még ki se jött a hivatalos árt róla, én már nézegettem a modelleket, hogy fogom megcsinálni. Nekem sem a karakteremnek, ez nem az alap kinézete, ez is egy új kinézet. Azért szerettem bele ebbe a ruhába, mert végre csináltak ennek a szereplőnek egy olyan ruhát, ami illik hozzá, mert ugyanis Captain Fortune a kalózok királynője Bilgewaterben, és azért, hát ez bedeszül néz ki nagyon. Mintha csak a képernyőből léptek volna ki, annyira jól sikerültek a jelmezek, a szervezők a Playit-et több cosplayerrel is színesítették, így meg annyi játék karaktere megelevenedhetett. Nagyon szeretem, hogy más bőrébe bújhatok, máshogy kell viselkednem, néznem, más mimikát kell használnom, mint a mindennapokban. Olyan, mint a színészkedés továbbfejlesztve, és én ezt imádom benne. Több ága van, lehet itt festeni, varni, barkácsolni, hegeszteni, minden, és én alapból is szeretek ilyen kreatív dolgokat csinálni, de főleg az, hogy szerintem, hogy ezt így magamra öltetem, és mindenkinek megmutathatom, az egy tök szuper dolog, tehát, hogy nem kirakom a falra, vagy a polcra, hanem tényleg test közelből megmutatom, és látom is a reakciókat, mert hogy jönnek képet csinálni, csillogó szemmel jönnek oda, tehát hogy tényleg kapom is a visszajelzést. A rendezvényre látogatók között is sokan döntöttek úgy, hogy jelmezt töltenek, és teljes díszben érkeznek a Playit-re. Én igazából azért járok ilyen rendezvényekre, mert ismerősökkel is találkozhatok olyanok, akikkel ritkán szoktam. Kikapcsolódhatok a szürke hétköznapokból, újdonságot láthatok, és azért szoktam én igazából cosplayezni, mert nekem jó hobbi. Valami kitalálja a karaktert, ha becsülnek, akkor hónapokig dolgozok vele. A cosplay minden évben az egyik fő programja a rendezvénynek, jelmezesekkel pedig nem csak a Playit-re látogatók találkozhattak, ugyanis a CosHelp névre keresztelt kezdeményezés jóvoltából a kórház kis betegeinek is örömet okoztak. A Győri Kórház gyermekosztályán vannak, hogy még most is ott egy pár jelmezesünk, és ugye egész nap úgy a gyerekek körül járkálnak, és megedjük a gyerekeket. Ez a CosHelp program egy nagyon sikeres program. Egy lelkes, fiatal lány indította el, Honfi Juli, és mi mellé álltunk, itt támogatjuk a megjelenéseiket, utazási költségeket, és ez is egy fontos része a Playit-nek. Tehát a társadalmi felelősségvállalásunk az azáltal, hogy nagyon fiatal korosztálynak szervezünk rendezvényeket, így a társadalmi felelősségvállalásunk az kimagasló. A Playit Show Győrben már negyedik alkalommal rendezték meg.